különleges eseménynek vagyunk szemtanúi itt a pályán, ugyanis bár Puskás Akadémia felszerelésben vannak a srácok, ők tulajdonképpen egy Kárpát-medencei akadémia válogatott. Jól mondom? Igen, mi úgy hívjuk, hogy MAR válogatott, ugye a Kárpát-medencei akadémiai rendszerünknek a válogatottja. És Varga Károly vezetésével most először van arra lehetőség, hogy a legtehetségesebbeket, főként 2008-asokat, de néhány 2007-est és néhány 2009-est egy MAR válogatottba tömörítve meg tudjuk ide hívni az akadémiára, és egy ilyen válogatott-szerű programot szervezhessünk nekik. Talán mindenki tudja, hogy Kárpát-medencében 10 társintézménnyel vagyunk együttműködésben. Nyilván elsősorban szakmai jellegű az együttműködés, több pilléren nyugszik ez a kapcsolat. Tehát gyakorlatilag U10-től U19-ig minden korosztályban, minden évben ezeknek az akadémiáknak részvételével tornákat rendezünk. A legügyesebb, legnagyobb potenciállal rendelkező játékosokat felcsúton teszteljük minden évben visszatérően, és gyakorlatilag azt gondoltuk, hogy ezt a tesztelést gondoljuk tovább. Vannak itt játékosok Dunaszerdahelyről, Révkomáromból, Kassáról, Munkácsról, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredáról és Topolyáról is, szóval színes és széles a paletta. Nagy kedvel jöttek, ugye a határon túli játékosokra mindig jellemző, hogy a mentalitással, akarással sosincs gond. Hát kicsit ugye oldódni kell, mert azért most azt mondom, hogy ez mégiscsak több nemzetfiai, még hogyha ebből a magyar alomból is, de több nemzetfiai vannak egy helyen. Hál' Istennek nagyon, tehát szinte 90%-a beszél magyarul, úgyhogy nyelvi problémák nincsenek, de hát azért a Kárpát-medence különböző tájairól jönnek. Vasárnap délután és este érkeztek a játékosok különböző turnusokban. A hétfői nap két edzés szerepel a programban. Kedd délután az Admira U16-os csapatával lesz egy edzőmérkőzés, szerda délután tesztek, felmérések, szintén egy edzés, sütörtökön délelőtt zárul a program, ahol Telkiben a magyar U15-ös perspektív válogatottal lesz szintén egy edzőmérkőzés. Igyekszünk ezekből a gyerekekből megtudni, hogy kik azok, akik nagyon is érdekesek lehetnek nekünk a közeljövőben a Kárpát-medencei labdarúgásból. De hát most így első benyomásra nagyon ügyesek a srácok, úgyhogy jól dolgoznak a határon túli akadémiáink, de ezt eddig is tudtuk, mert eddig is azért sok játékost tudtunk onnan bevonzani. Alapvetően a magyar gyökerekkel, vagy akár magyar állampolgársággal rendelkező játékosokat igyekszünk szerepeltetni, ezáltal megnézni és akár lehetőséget nyújtani arra is, hogy ezek közül ki az, aki beintegrálható akár a Puskás Akadémia képzésébe, akár a Magyar Akadémiai képzésbe, és még tovább megyek, ahogy ugye van az elmúlt időszakban is több precedens erre, akár a magyar kosztás válogatottakba is. Örülök neki, hogy sok akadémiáról itt vannak a legtehetségesebb gyerekek, úgy ugye tőlünk is. Úgyhogy a gyerekeken igazából annyi teher van, hogy csak megmutassák, hogy mit tudnak, illetve megpróbálják megmutatni az itteni szakembereknek, hogy esetleg közülük valaki ide is tudna kerülni az akadémiára. Ez egyrészről egy nagyon jelentős esemény közösen a határon túli akadémiákkal együtt, mert közösen valamit lerakhatunk az asztalra, és tényleg van egy produktuma is, egy látható produktuma, hogy miért is csináljuk akár ezeket a felméréseket fél évente, nem csak azért, hogy ki tud ide kerülni a Puskás Akadémiára, hanem tényleg ez az összetartozást is szimbolizálja, hogy egy ilyen válogatottat ki tudunk állítani. Mi most ugye a stábban vagyunk a Székely Gabival, tehát még két kollégával, egy dacossal és egy Csíkszeredával, tehát mi együtt alkotunk most egy edzői stábot. A Bernát érkezett Csíkszeredáról, képviselve így az Erdélyi régiót, a Dávid érkezett a Dunaszerdahelyről, és a Boris érkezett Topolyáról, akivel ugye egy fél évig volt szerencsém együtt dolgozni, már pályaedzőn volt, úgyhogy ővel inkább baráti a kapcsolatunk lassan, mint szakmai, de mind a három sráccal megtaláltuk a közös hangot. Én azt gondolom, hogy nagyon értékes lesz a velük töltött 4 nap. Szép!